Szinte nincs olyan nap, hogy a beregszászi székhelyű kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulása ne segítene valamilyen külföldi felajánlás célba juttatásában. A Rezes József által koordinált szervezet Kárpátalján kívül belső Ukrajnába is küld adományokat a rászorulóknak. Mindemellett segítenek a különböző egészségügyi intézményeknek, valamint a gyermekotthonoknak is. Magyarországnak hála, a Szolyvai Gyermekotthon az elmúlt években számos támogatásban részesült. Az intézményben olyan gyerekek élnek, akikről lemondtak, vagy akiknek a szüleitől megvonták a nevelői jogokat. Az otthont különböző egyházi és civil szervezetek is felkarolták, de különösen hálásak Magyarországnak és a Kárpátaljai Magyar Jótékonysági Szervezeteknek, így valósulhatott meg korábban az intézmény egyik szárnyának tetőcseréje is. Szeretnék köszönetet nyilvánítani a munkatársaim és a nálunk nevelkedők nevében is. Nagyon sok támogatónk van. Minden embernek, aki valamilyen formában hozzájárul a támogatásunkhoz, én nagyon hálás vagyok, mondta egy korábbi interjúban a vezető. A gyermekotthonnak most Budapesten vett át németországi segélyezőktől modern ultrahangberendezést Rezes József, a KHÖT ügyvezető igazgatója. Az orvosi eszközt a beregszászi születésű Tetyána, valamint férje Ralf Mühlen adta át. Ma szerepet vállaltunk abban, hogy nem csak Kárpátalja, hanem más civil szervezetekkel közösen együttműködve a frontvonalhoz közel eső önkormányzatokat is tudjuk segíteni, és azon más jogi szervezeteket, más intézményeket, akik erre rászorulnak. Egyik ilyen kiemelkedően fontos partnerünk a németországi Ukraine Saarland Berlin polgári összefogás, akik ugyancsak a háború kezdetétől kezdve óriási nagy összefogással tudtak bizonyítani, és segíteni tudtak Ukrajnában található nehéz helyzetben lévő gyermekotthonoknak, idősek otthonának, menekült központoknak és más jogi személyeknek. Tetyána férjével és barátaival közösen alapította a Ukraine Saarland Berlin nevű karitatív egyesületet. Céljuk a háború miatt bajba jutottak megsegítése Ukrajnában. A barátainkkal tavaly megalapítottuk a Ukraine Saarland Berlin egyesületet. Azóta segítjük Ukrajnát és a Németországba menekült ukránokat. Ma egy ultrahang készüléket adunk át a Szolyvai megyei gyermekotthon számára. Amikor ellátogattunk ebbe az intézménybe, sok belső Ukrajnából érkezett árva és mozgássérült gyermekkel találkoztunk, és akkor elhatároztuk, hogy segíteni fogunk ennek a gyermekotthonnak, mondta az aktivista. A német és a kárpátaljai szervezet legközelebb egy liftet fog beszerezni az egyik ukrán gyermekkórház részére. Ezek a támogatások azért is fontosak, mert a különböző intézményeknek a háború miatt alig jut költségvetési forrás a fejlesztésekre.